Modern eszközökkel ismerkedhettek meg a 3D nyomtatással és annak működésével a gyerekek a Tamási Vályi Péter szakképzőiskolában. A 3D nyomtatás egy nagyon új és innovatív technológia, ami gyakorlatilag már a mindennapjainkat körülölelte, hiszen nem igazán tudunk mondani olyan iparágat, vagy olyan munkakört, ahová most már ez nem gyűrűzött volna be, egészen az orvoslástól, a divatig, a műszaki technológiáig, minden egyes olyan szegmensben már megtalálható, ahol akár innovatív folyamatokról, vagy kreativitást igénylő folyamatokról van szó. A diákok LEGO robotot is építettek, amelyet saját maguk terveztek meg, illetve programoztak be. A LEGO robotok egy olyan innovatív oktatási technológia, amely során akár a finom mechanikai mozgásokat, akár a logikai képességeket, a programozásnak a gyakorlatát is el tudják sajátítani a tanulók, és mindemellett, úgy láthatjuk, hogy nálunk is párban dolgoznak a tanulók, akár a csapatmunkát, a kommunikációt és az egymással való közös munkát is tudják gyakorolni a tanulóink. Nagy Bendegúz örömmel érkezett a táborba. Én mindig is szerettem a gépekkel foglalkozni, kiskoromban rengeteget legóztam, és hát amit meghallottam, hogy LEGO robot építés, egyből bekattant, hogy én ide szeretnék jönni. Elmondta azt is, hogyan telt el egy napja. LEGO robotot építettünk, ugyanis holnap harcolni fogunk vele, és fejlesztettük meg, mindenfélet csináltunk vele. Nemesi Péter izgatottan érkezett a nyári foglalkozásokra. Engem mindig is vonzott ez az informatika, robotika, ezek az ágak, és mikor megtudtam, hogy lesz ez a tábor, hát én röbdöstem az övömtől, azonnal könnyörögtem, ívesenek be, hát nem kellett kétszer mondani. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképzőiskola 3 turnusban hirdette meg a modern technikát használó nyári táborát, amelyre idén is maradéktalanul beteltek a férőhelyek.